Dunamenti kerekezés csak nem 380 kilométert tettek meg Pető Zsolt és társai a jó ügy érdekében. Újabb kamiont ellenőrzött a NAV, rossz minőségű védőfelszerelést és hamis termékeket találtak. 19. alkalommal szervezték meg a városi sporttábort, több mint 50 gyerek jelentkezett. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Több célt is szolgált a Mosonmagyaróvári Lions Club által szervezett Dunamenti kerekezés nevet viselő program, aminek résztvevői Passautól Mosonmagyaróvárig tekertek, így csak nem 380 kilométert megtéve. Az akcióban Pető Zsolt, Mészáros László és Dallos Tamás vettek részt, akik vasárnap délután értek Magyarországra, Prajkától pedig a támogatókkal együtt tekertek az UFM arénáig. Az akció során gyűjtött összeget a decemberi országos ergométer verseny megszervezésére fordítják majd. Az Euróveló 6-os kerékpárút rajkai pihenőjénél gyülekeztek azok, akik bekapcsolódtak a Dunamenti kerekezés utolsó 16 kilométerébe vasárnap délután. Az akció keretében ugyanis Pető Zsolt és társai csaknem 380 kilométert tettek meg Passautól Mosonmagyaróvárig. A túra augusztus 6-án csütörtök hajnalban kezdődött, amikor is Pető Zsolt, Mészáros László és Dallos Tamás útnak indultak Passauig, majd megérkezésük után elkezdték a túrát visszafelé Mosonmagyaróvárig. A Dunamenti kerekezésről részletesen a Lions Club Mosonmagyaróvár közösségi csoportjában számoltak be, videókon, fényképeken keresztül. Pető Zsolt az évelei óta tagja a Mosonmagyaróvári Lions Clubnak. Korábban is szóba került már, hogy miként tudna a szervezet munkáját segíteni, így esett a választás a jótékony célt és a sportot összekötő Dunamenti kerekezésre. A tavalyi év folyamán megkerültek egyszer egyik barátommal a Fertőtavat, ami ugye 115 kilométer volt, és akkor beszélgettünk róla, hogy esetleg lehetne valami hasonló kaliberű dolgot csinálni. És egyik ismerősünktől hallottuk azt, hogy van ez az útvonal, ez az Euróveló 6-os, amit többen is már végtekertek Passautól Mosonmagyaróvárig, és ez mellett döntöttünk. Az út során ezúttal a gyermekkori barátja, Mészáros László támogatta Pető Zsoltot, aki szintén megtette az utat, Dallos Tamás pedig végigkísérte a résztvevőket a 380 kilométeren. A megvalósítást megnehezítette a járványhelyzet, az utolsó pillanatokban is szervezés alatt állt az út, de végül sikerült megvalósítani, és több helyről is érkezett támogatás. Ilyen volt többi között a Nemzetközi Lions Klubok segítsége, akik az állomásokon várták a résztvevőket, így például Linzben, Melkben vagy éppen Bécsben. Ugye amikor elindultunk, akkor az első 95 kilométeres szakasz az egy gyönyörű, ez egy csoda volt ott az hegyek között, a Duna medrében tekertünk végig. Megérkeztünk Linzbe, ott egy elég nagy fogadósereg, elég sokan fogadtak minket, és csodálatos volt, ahogy minden elláttak, mindent megszerveztek nekünk, egy kisebb estünk volt ott vacsorával, ajándékokat kaptunk. Hajrá, sziasztok! Hajrá! Rajkától aztán már együtt tették meg a maradék 16 kilométert a szimpatizánsokkal, az eseményen pedig részt vett Kozma Szabolcs, a Kamelot mozgássérült fiatalok győri egyesületének elnöke is, aki futva tette meg a távot. A résztvevőket aztán az UFM arénánál a Mosonmagyaróvári ütőegyüttessel közösen fogadták, ahol lehetőség volt beszélgetésekre, élménybeszámolókra is. A szervezés folyamán több helyről is támogatásokat kaptak, a felajánlott összegeket pedig ezúttal a decemberi országos ergométer verseny megszervezésére fordítja majd a Mosonmagyaróvári Lions Club. Több mint 100 000 rossz minőségű egészségügyi védőfelszerelést és egyéb hamis termékeket találtak egy szlovák kamionban a Nemzeti Adó és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron megyei munkatársai. Az LKR bejelentett adatai alapján egy szlovák kamiont ellenőriztek az M1-es autópályán Hegyeshalom közelében a pénzügyőrök. A kamion rakteréből több mint 100 000 különféle egészségügyi védőfelszerelés, elsősorban maszkok, illetve kesztyűk és műanyag arcvédők kerültek elő. A védőeszközök az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet véleménye szerint nem feleltek meg a minőségi, illetve megfelelőségi előírásoknak. A NAV az összesen mintegy 30 millió forint értékű védőfelszerelést átadta a rendőrségnek, és rossz minőségű termék forgalomba hozatala bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett.
ugyanez a kamion szállított még egyéb termékeket is, amik szemmel láthatóan hamisnak bizonyultak, így mint egy 1000 pár Crocs papucsot, illetve 100 szerzői jogvédelem adta álló, különböző szuperhősöket tartalmazó nyakláncot, Pókembert, Batman, Amerika kapitány. Ezek a hamisítványok becslések alapján egy 6 millió forint értékkel bírtak, ezeket a NAV munkatársai lefoglalták, illetve az iparjogvédelmi és szerződi jogok megsértésének gyanúja miatt indítottak eljárást. Biciklizés, úszás, futás, labdajátékok. Számos sportág alapjaival ismerkedhettek meg a gyerekek a 19. alkalommal megszervezett városi sporttáborban. A tábor célja az volt, hogy játékos feladatokon keresztül megszerettessék a gyerekekkel a testmozgást. Idén 57 gyermek jelentkezett a városi iskolákon túl vidékről, de még Bécsből is volt érdeklődő. Egy körfutással, majd egy rövid bemelegítéssel vette kezdetét a szerdai program a Bauer Rudolf sportpályán. 19. alkalommal szervezték meg a népszerű városi sporttábort. A szülők többségének a vírushelyzet miatt elfogyott a szabadsága, így a tábor nagy segítséget nyújtott nekik, amellett, hogy érdekes programokon vehettek részt a gyerekek. Nagy volt az érdeklődés idén is. 57 gyerek jelentkezett. A piaristás, mórás és bója is tanulókon túl Bécsből is volt érdeklődő. A lényeg az, hogy a gyerekek mozogjanak, sportoljanak, egészséges életmódot folytassanak, a szabad levegőn legyenek. A másik, hogy a szülőket kicsit tehermentesítsük, mert ugye tudjuk, hogy sokaknak korábban ki kellett venni a szabadságát, és így ez könnyebbséget jelent, hogy most a gyerekeket elfoglaljuk. És harmadsorban pedig, ha találunk gyereket, már pedig mindig találunk ügyes, tehetséges gyereket, azokat pedig a szakosztályokhoz irányítjuk, ahol már szakképzésre edzők foglalkoznak majd velük. 7-8 éves kortól 14-15 éves korig várták az érdeklődő gyerekeket, akiknek próbálták úgy összeállítani a programokat, hogy számos sportág alapjait megismerhessék. Részletekben nem tudunk belemenni, de kínálatot tudunk adni. Atlétikán belül kislabdaítás, távolugrás, a futószámok, kosárlabda, foci, kerékpározás, ügyességi versenyek, úszás, sárkányhajózás. Nagyon sok minden szerepel a programunkban. Időjáráshoz is próbálunk alkalmazkodni B programokkal. Eddig megoldottuk még szépen, és most ugye még nehezíti a dolgunkat a vírus is. Különösen figyeltek arra, hogy a vírushelyzet miatt a gyerekek rendszeresen kezet mossanak. A táborozók hétfőn biciklizni voltak, és a Dunaparton is játszhattak. Kedden ügyességi versenyeken vettek részt. Hangosan szurkoltak csapattársaiknak a gyerekek. A kerékpáros ügyességi versenyen bójákat kellett kerülgetniük, de volt labdajáték és távolugrás is. Minden táborozó nagyon jól érezte magát. A legjobban nekem azt tetszett, amikor bicikliztünk. Igazából Lipótra, és utána meg csúszdáztunk. Nekem igazából a hét az nagyon jó volt, nagyon megerőltető volt, ugye sportoltunk egész héten, és exatlon pályát, nekem a legjobban az exatlon pálya tetszett, meg hogy jó a közösség. A héten a Lipót is strand tetszett a legjobban, oda bicikliztünk el. Mit csináltatok a strandon? Füröttünk sokat, meg csúszdáztunk. Sportoltunk sokat, kislabdadobás volt, focizás, kidobó, kosárlabda, meg távolugrás. Melyik a kedvenc sportod? Hát nekem a foci. Focizol is egyébként? Hát csak otthon, de azért igen. Az utolsó napon az itatón voltak a gyerekek, ahol a fürdőzés mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatták. És ma ugye itt vagyunk az itatón, és lehetett sárkányhajózni, meg röpízhetünk, meg itt is sportolhatunk. Mi tetszett neked a legjobban? Nekem a sárkányhajózás, és az, hogy tegnap el voltunk Lipóton biciklivel, oda és vissza. Azt tetszett a legjobban. Voltál-e valaha ezen kívül sárkányhajózni, és mennyire nehéz? Nem voltam, most próbáltam először, de nagyon nehéz. Nekem először nehéz volt. A szervezők azt remélik, hogy a vírus lecsengésével jövőre még több gyerek tud részt venni a városi sporttábor programjain. Általános közmeghallgatást tart a Mosonmagyaróvári Róma Nemzetiségi Önkormányzat a Fehérló Közösségi Házban augusztus 13-án, csütörtökön délután 1 órától. A közmeghallgatáson 3 napi rendi pont szerepel,
köztük a közbiztonsági kérdések megvitatása, a romák szociális helyzetének és bérlakás igénybevételével kapcsolatos kérdések megtárgyalása, valamint a közmunkaprogramban való részvétel feltételeinek ismertetése. Szirénapróbát tartanak augusztus 11-én kedden reggel 9 órakor Halászin. A lakosságnak a jelzések hallatán semmilyen teendője nincs, az elhangzó jelzések csupán a szirénák üzemképességének ellenőrzését szolgálják. A lakosságot arra kérik, hogy a szabadban tartott állataikra fokozottan figyeljenek. A szirénapróba során elhangzó jelzések az állatok riadtságát, nyugtalanságát okozhatják, ezért javasolt a szabadban tartott állatokat a szirénapróba idejére elzárni. Néhány mondatban az elkövetkezendő napok időjárásáról. Kedden és szerdán is sok lesz a napsütés, de egyre több felé zavarhatják meg gomoly felhők, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Mérsékelt marad a légmozgás, kedden 32, míg szerdán 29 fokig melegszik a levegő. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták, most válogatást nézhetnek meg archívumunkból. Kedden 19 órától a Honvéd 7, majd a Generációnk című magazinműsorokat vetítjük. Friss hírekkel legközelebb szerdán 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!